Újabb konzultációra hívta a parlamenti pártokat Klaus Johannis államfő. A múlt heti megbeszélések konklúziója alapján a következő napokban megoldást kell találniuk a jelenlegi politikai válságra. Hiába vonultak fel a Kotrocsányi palotában a parlamenti pártok vezető politikusai és a civil szféra képviselői, a konzultációs sorozaton nem született megoldás a kormányválságra. Klaus Johannis ma a szociáldemokratákat fogadja az államelnöki hivatalban, kedden pedig a többi párt képviselőivel tárgyal. Kelemen Hunor RMDSZ elnök hétvégén azt mondta, a szövetség továbbra is technokrata kormányt és előrehozott választásokat javasol. Egy politikai kormány első nekifutásra biztos, hogy nem tudná a feszültséget oldani, és nem tudnám mindazt, amit ma megfogalmaznak a tüntetők, de nem csak azok, akik az utcára mennek, hanem a társadalomnak egy jelentős része, nem tudná megfelelő módon kezelni. A híradónknak nyilatkozó I.S. Gergő politológus azonban nem hisz sem a technokrata kormányban, sem pedig az előrehozott választásokban. A kormányváltás ez viszonylag simán végbe fog menni. Nem érdekel a pártoknak az előrehozott választás, jogilag rengeteg buktatója van az előrehozott választásnak. Az egyik az, hogy nincs olyan törvény, amely alapján ezt meg lehetne szervezni. Tehát én azt gondolom, hogy Klaus Johannis jelöltjét azt a parlament meg fogja szavazni. Az, hogy ez egy technokrata vagy egy politikai jelölt lesz-e, ez jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy technokrata jelöltről nagyon nehéz beszélni. A politológus hangsúlyozta, a technokrata kormánynak is politikai szavazatokra van szüksége, ezért inkább arról van szó, hogy a pártok el akarják hárítani magukról a felelősséget, amikor technokrata kormányról beszélnek.